16 csapat 112 versenyzője lépett a küzdőtérre az újfehértói sportcsarnokban az első alkalommal megrendezett Izsó Mihály emlékversenyen. A sportágat a városban meghonosító edző 2 évvel ezelőtt hunyt el, és a helyi egyesület vezetői már akkor elhatározták, hogy egy Kempó versennyel tisztelegnek majd emléke előtt. A saját klubunkból 16 versenyző van most itt. Amúgy ilyen edzésre 20-25 versenyzés szokott járni. És hát ugye vannak kezdők, és tehát ezt a 16-ot, ezeket már mertük itt elindítani. Ők köztük is van kezdő, de reméljük, hogy helyt fognak állni ezzel a versenyen. Magyarországon 25 klubban mintegy 4000-en kempóznak. A szövetség elnöke szerint a sportág képviselői több harcművészeti ágban is megmérettetik magukat. A mi versenyünk azok nyílt versenyek, mert ugye nálunk annyira összetett, ami az előnyünk egyben a hátrányunk is ugye az átlagember számára, hogy mi nagyon szerteágazóan szoktunk versenyezni. Tehát nekünk egy judó verseny, egy ökölvívó verseny, egy thai box verseny, egy K1 verseny, az mind benne van a repertoárunkban, és a mi versenyeinkre nagy szeretettel várjuk a külsős szervezeteket, a külsős küzdősportokat is, mert itt igazából össze tudjuk mérni a technikai tudásunkat és a felkészültségünket. A hazaiak világbajnoka Pásztor Ádám kettős szerepben versenyzőként és edzőként vett részt a versenyen. Mi újfehértóiak, kicsiket is indultunk, akik első versenyen vagyunk. Ezeknek a kicsiknek nagyon kell, hogy ott legyünk, bíztatjuk őket, meg szurkolunk nekik, mondjuk az instrukciókat, hogy mit hogyan csináljanak, mert még nem voltak ilyenen. De versenyzőknek is kemény, mert egész nap azért itt, akik utolsó versenyen neveztek, akik később vannak, egész nap itt izgulnak, úgyhogy kemény mindkettő. Az újfehértóiak összesen 17 arany, 20 ezüst és 3 bronzérmet szereztek, ezzel a csapatversenyben a 3. helyen végeztek a romániai Aladdin Hero Team és a jászárokszállási Firewolf küzdősportklub előtt. A legeredményesebb hazai versenyzőnek Szabó Tibor Benedek bizonyult 4 aranyéremmel.